De nem írtam át a játékot. Milyen játék ez? Van ennek, Twitch-es izéje? Codenames. Coden Ames. Ezek egy egyszerűen van nagyon... Nem jönnek össze a szavak. Na, szedd össze, hogy legalább egy hármassal kezdjél be. Legalább. Esélytelen. De semmi nyomás. No pressure, igen. De minimum három. Könnyű dolgom van. És legyen egyértelmű közt. Jézi. Hát nem, de lesz. Valahogy ezt a hármat kéne összekötni, esetleg ezt hozzá. Egyébként se kezdeném be, te ébe, de ha nyolcas valami büntény, vagy rendőr, vagy mit tudom én, nem? Na, ne légyél szigorú, én a hetessel is kiegyezek. Ha simán belemegy a sziréna, utcán vannak a rendőr. Nem is tudom, hogy láttam. Barom, hülye barom. Tessék. Rossz helyre írtam be, hogy hány szót akarok, és valamit két, és nem értem, mert nem volt. Azt írja, hogy választ ki a legörülős menüből. Igen. Szerintem. Yeah. Opsa. Betty, szerencsédre nincs több pesgő, úgyhogy... Utána eszeretek ezt a kettőt, akár ezt a kettőt, nem is nagyon van más állat, nem is nagyon van más állat. Ja. Helység 3. Három, baszd meg! Kikértetted a kávat, könnyebben is meg tudtam volna adani. Akkor ne a kézre nyomjak, ugye? Ne. Ja. Hát az utcát, azt nem. Nem, le is vettem róla, azt nem gondoltam annyira komolyan. A koncert se? Nem. Hát... Játszok ki, hogy levette gyorsan. Nem jó. Nem, akkor nem jó. Ha mondjuk, hogy járőrt mondok, akkor botot is simán azt mondják, vagy talán a katonát is, előbb, mint az utcát, vagy a barmot, nem? Lehet, hogy valami olyannak, akinek... Jó, szerintem a kerem az mehet, nem? Olyannak, akinek kezdenem, amit egyértelműen kitalálnak. És szerintem figyelembe vette, és akkor mivel kevesebb van már, akkor talán könnyebb lesz nekik, nem tudom. Mi? Kétvárosunk. Hát, mert mondjuk, hogyha a botot meg a katonát mondják, az nem baj annyira. Van a helység alatt. Tehát, hogy... De hát én is sose tudni, hogy őszinte legyek. Oksa! Jó, akkor jár. Baszki, nem tudom. Hát... De a Kresszhez például simán oda megy a váltó van, akár. Az a kettő. Szerintem előbb legyen a Berlin. Én a mondó vagyok. Nice. Ezek alapján. Kiváló. Úgy van. Ez nagyon jó vagytok. Szép kezdés, szép kezdés. Csak így tovább. De ez nem hetes volt, jó? Amúgy. Ajaj, Conti, mondja a szót. Ezt halltatok. Hát de amúgy egyszerűbb, hogyha csak ezt elég, a kettőt. Elég három, azt kitalálunk. Szerintem az lesz, hogy piros 8, és akkor hagyd szóljam. És akkor le. Csak utána. Képes rá. Utca barom, sziréna. De amúgy kb. Azt is lehet, hogy mentő 3. És akkor sziréna, kereszt, utca. Vagy mi lenne még oda? Barom. A barom is állat. Gyilkosság 5. De úgy azt kéne tényleg valami ilyesmit. Az a baj, igen, rohammentő. Mert gyilkosságban mi lenne benne? Inkább az állat 3 talán. Igen. Inkább az állat 3, vagy a Jézus, vagy mit tudom, mi volt. Ja. Állat 3, az jó. Az jó kezdés. Na, mert hol a betű?
Beírom ide. Állat 3. Állat 3. Hasonló, mint Kodin. Ennél kreatívabbat vártam volna Konditól. Van egy kakukkunk, az tuti állat. Van egy poloskánk, az is állat. De a barom is egy állat. A barom is egy állat. Vár, nézzük meg, mi van még. Még egyértelműnek tűnik, de hát ez igen, szerintem ezt nyomjuk. Elronthatom én? Persze. Akkor most rontok egyet én. Na. Az utolsod rád bízom, az nem olyan biztos. Ez az, nagyon szép. Bertős, muszáj legalább. Nagyon nézés. Sima, nagyon sima. Esélytelen. Bűnhely 5. Semmi sem esélytelen. Na jó, de mi lehet még, tehát hogy mi van még a bűnhelyben? Muszáj, vezetnek. Idegen. De nem tudom összekötni úgy a szavakat. Dehogy nem. Vagy bűnhelyben miért van kereszt? Esélytelen. Képes vagy rá. Nem. Nem, de hogyha mondjuk, ha mondjuk a másik csapatból kiesik a roham, akkor simán mehet a mentő 3 például, vagy mentős, vagy nem is tudom. Nagyon max 3-at tudok, de a harmadik az fasság hozzá. Jó, meglátjuk. Szerintem most ki kell várni. Ki kell várni, hogy ők melyik szavak esnek ki. Az is lehet, hogy kitalálják, a miénket találják ki. A tanítványt meg a keresztet az könnyű összekötni. De amúgy lendeltétek, mert nem tudok írni. Talán az idegent is egy valami. Most nézem. Ja, bocs. Én új vagyok itt. Igen. Hoppá! Jó, oké, egyre gondolok, ez eddig jó. Talán. Jó, amúgy a hit az talán. A baj, hogy az is. Nagyon. Nekem is az utat eszembe még. Jó. Jó, szerintem akkor egy tuti. Igen. Jelölgethetem? Mert én csinálom valányugodtan. Jelölök egyet én, aztán ha jó. Bejön, akkor utána a harmadikat te. Mert? Nem jött be. Nem baj, jó, nem baj. Ezt semleges, hogy nem. Hát visszatippelünk. Visszatippelnek. Előttek, akkor a másik kettő az jó volt. Legalább tudjuk. Nem biztos. Úgy kell csinálni. Úgy kell csinálni, hogy a keresztet most nem mondom. Mert a keresztet azt ők is akarták. Lehet, hogy úgy kéne, hogy a szirénát, a tanítványt és az utcát összekötni. És hogyha a keresztet kitalálják, akkor csak az idegen marad. Viszont arra kb. Mit lehetnek? Most kiesett a katona. Lehetne azt, hogy járőr például. Mondjuk, ahol benne van a jár, de az csak nem a járőrből. Nyilván nem. Azt hiszem, hogy mondhatom, nem, hogy járőr. Azért, mert van a jár. Ugye nincs. Hacsmák lút. Hogyha azt mondhatom, akkor szerintem az simán jó. Max a bot. Igen? Nem mondhatom? Kodi, legalább most már tudod, mit akkor éltek át, amíg te gondolkodtál a szavakon. Igen. Jó van. Kadét. Hát, jó, az a baj, ilyen nagyon sok idő kell, nekem legalábbis. Nem lehet elhamarkodottan dönteni, mert akkor lesz be egy állatkert 3, aztán nézhetsz. Ja, és 50 szóda illik. Igen.
Nyomként olyan szót adhatsz meg, ami itt nem szerepel, és egy szó. Ennyi azt hiszem szabály rá, nem? Mm. Van valami más? Igen. A kadét talán a legjobb. Ennyi, hogy egy így, hogy kiesett a katona. Meg lehet, mert abból mi, ezek egyik se illik rá. Bár arra a szélre nem tudom, hogy hogy jön. A bűnhely se rossz volt. Ujonc. És mit hallottál? Semmit. Hogy csak az ujoncra, hogy jön a sziréna. Igen, nagyon magyarázza egyébként a csetnek. Mm. Nekünk magyarázzon, na a csetnek. Azt nem lehet. A bűnhely nem volt rossz, de úgy kéne, hogy a kereszt ne legyen benne. Hát ez... ez neki nem. Én épp érzem magam, hogy elvesztem. Nem, de, nem. Meg tudod csinálni, csak ötöt kell összekötni, menni fog. Nem lehet. Négyet se tudok, nem, hogy ötöt. Négyet, egyet. Szinoníma. Ezt lehet, szinoníma szótár. Kösd össze hármat. Vesznek, hát az jó szar. Írj be hozzá egy négyes. Kettővel is jók vagyunk, Konti. Kettővel is jók vagyunk. Hát, Konti! Nem ad erre. A lehető legtöbben. Kapcsolják addig zenét se. Hát csak sír, de mondjuk a sír van benne, akkor jó az, nem? Ja, szerintem is jó ez. Mi Jónásnak timer van. Jónás játssz ezt a játékot? Igen. Uh-huh. Bűnhely. Bűnhely 3. Téged nem hívott. Jónás bekapassa. Bűnhely 3. És kajak helyes létező szó. Ezt most meggoogliztam. Eddig nagyon jó. Bűnhely, utca. Az idegen az miért bűnhely? Hát nem is a bűnhely, csak nem tudom valahogy a bűnnel kötöttem össze, hogy esetleg egy a tettes, egy idegen, vagy ilyesmi. Csak majd hát a többi nem igazán jött ide nekem egyelőre. Amúgy én sem nagyon látom. Sír. Jó, hogyha a sírt a végére betippelik véletlen, az nem baj. Az nem baj, mert hogyha, hát nem, hogyha ez a négy a tippjük, akkor a sír után... Nyomjuk ezt, mert más sír, nem jó, valamit problémázik. Mit problémázik, Konti? Dori? Nem hallom. Dori, mutatja, nem hallod? Hogy hallatszik tőled, Konti. De mit, hát nem problémázok semmit, mert a chathez beszélek, ja, csak az hallatszódik maximum. Ja. Tehát, hogy ja, csak mondom, hogy mit kéne mondanom a kövibe, vagy ilyenek, tehát, hogy nem ja, releváns. Ja. Ja. Mehet a sziréna? Próbáljuk meg. Jó, szerű. Melyik olyan a kövi? Mehet az utca? Vagy inkább az idegen? Oh. Szerintem az utca az valószínűbb, és az idegen okay, az, ami... Mi net? Nyomod, vagy nyomjam? A nyomom, nyomod. Így van. Ez is így. Gyönyörű. Gyönyörű, szép. És Betty, ha nem... Nem állunk túl jól. Nem álltok túl jobb. Jó volt amúgy. Csajok, én összekötöm nektek ezt az ötöt egybe, de hogy ezt akkor úgy kell gondolkozatok, hogy amúgy nagyon paraszti észrel, ahogy én azért... Ja. Tehát, hogy... Ja. Azért volt ez jó. Összektek mind az ötöt egyben, de akkor nagyon durva gondolkodni kell rajta. Jelkersz. Előre láttam, mi lesz a vége, nyomjad, Betty, nyomjad. Azért volt ez jobb, mert a másikkal szerintem ugyanez lett volna, csak a tanítványra gondoltak volna a harmadiknak, viszont a tanítványt meg a keresztet az könnyebb összekötni a végén, hogyha véletlen a keresztet nem találnák ki. Pénz! Na, hát... Lehet jobb tippem, sajnálom. Hát szerintem. Az előzőből kiindulva. Ezt a kettőt könnyű, vagy mit tudom én. Akár izé is jó. Jézus is jó. Jézus. Ez a itt baj, hogy a vér volt, ugye? Ja, igen. Mit van? Ja, nem vagyok. Nem vagy. Vagyok. Szóval a vérhez... Hát jadom, akkor meg belemondják azt is, hogy gitár, azt az egybe vesztenek. De hogyha most
Ez a baj, hogy nem. Na, az is jó. Szerintem egy sok minden jó. A utolsó két szóra bármi jó kb. Váltó, mint pénzváltó. Hát ja, nyilván. Ja, mindegy, lehet találni majd, attól függően, mit tippelnek, szerintem még felesleges ezen gondolkodni, mert lehet, hogy kitalálják a miénket. Pénz jár kézről kézre. Fasza. Szerintem menjen a költ. Bejelölöm, jó? Ja. Oké, eddig jó. Szerintem eld a sír is. Akkor azt elrontam én, jó? Jó. Ne! Ne! A Francis kedvéért menjen. Tökélet. Hát de mi? Az íz. Hát de... Ne, az visszatippelés volt. Az visszatippelés Francis kedvéért menjen. Ne, nyerni fogunk Francis kedvéért. Vérre? Vagy mire? Vér volt? Ez a legjobb, igen. Nem? Igen, vér. Erről csak max a barátot tippelhetnék. Mm. De szerintem egyből ez a kettő lesz is kész. Más nem nagyon jut szóba. Ez szomorú. De miért ne? Miért ne? A váltó tuti porosztos. Mit ne? Ugye? Csak kíváncsi vagyok, mit. De az mit számít? Miért tippelnek a barátra? De miért nem sűrsz, hogyha nincs pénzed? Nem. Szerintem a barátra nem fognak tippelni. Ír. De miért tippelnek az írre? Hát a minisztránsból, tehát az első gondolat, az biztos, hogy az egyik lesz ezek közül. Ez vagy a pénz, ez egy olyan dolog, amit szinte tényleg bármihez hozzá lehet. De nem szerzetes. Tehát miért nem a szerzetes? Drága. Hát jó, de a rohamhoz vagyok. Tud drága lenni. Most akkor ennyire írhatom, ennyire bármelyik jó a barátra, ilyen alapon. Tanítvány fizet azért, hogy tanítsák. Szerintem egy is. Oázis kurva drága. Minisztrás kettő. Hát akkor ez a kettő lesz, nem? Igen, csak meg az zavar, hogy a... Igen? Hogy a vérnél én is megmondom, hogy a keresztre gondoltam. Vörös kereszt, vagy ilyesmi. Ó, jó, most mondjuk. De egyébként meg biztos nem raktam volna be a minisztráns, hogyha a kereszt nem lenne fix, nem? Mert azért az elég rizikó. Lapkitároham. Barát, vagy várjál. Ó, barát. Igen, a barát tanítvány is lehet. A tanítvány az fix, szerintem. De nem, a barátra nem azért gondolnak, mert jó a barát, hanem azért gondolnak a barátra, mert a vér miatt a keresztre nézik. Jó, már csak egyet kell. Nem azért gondolnak a barátra, mert azért gondolnak, mert a vér miatt a keresztre ez volt tanítvány, barát, akkor nem, akkor biztos, hogy kereszt. Nem? De kereszt lesz. Azért, mert hogyha a barátot és a tanítványt kéne összekötni, akkor nem minisztrást mondana. Miért ne? Hanem? Hát mert a minisztráns az a kereszténységhez köthető, nem? Tehát a barát és a tanítvány az lehet, mit tudom én, oktató, vagy mit tudom én. Jó, nem, lehet, hogy ez úgy nem. De valami más, nem hiszem, hogy akkor bele kéne vinni a vallást. Bevállalod? Én be. Hogy szóljam. Így is van. Nagyon szép bevállalás. GG. Ó, akkor jó, a barát koncert. A rohamot, ezt biztos nem mondtam volna. Azért a cseten volt kekeckedés, hogy ne ez legyen, mert hogy a barátot fogjátok mondani. Igen, majdnem, és mit javasolták volna helyette? Mit tudom én, volt mindenféle hülyeség. De a Francis, volt váltó, igen. Francisnek igen. Az egyik legjobbja volt a Jézi. Menjen a Jézi 2. Jézi az mi? Jézus. Azért mondtam, ja. Hogy nagyon hasznosan kell a pénzetnél gondolkodni, de nem sikerült sajnos. Biblia mi volt. A vér három? Mi volt a vér három? Mi volt? Roham volt az egyik. Mondjuk én arra gondoltam a vérnél, igen. Hát én meg a másik legyen. Meg a barát, mert igazából az... Vérszerződés, értem én. Igen. Az a baj. Ez a baj, hogy a rohamnál nincs vérzés, úgyhogy hát, igen, ugyanez, tehát, hogy roham vs. keresztnél, nyilván nem a rohamot volt mondani.
Hát akkor ezért volt szar, a koncert meg a gondolkodtam gitár. Gondolkodtam rajta, de az... Igen, a koncert meg a gitár, mert a gitár volt a fekete. Látom. Tehát a koncertet azt nem mondhattam, úgyhogy zene kettő, vagy bármi. Úgyhogy az úgy nagyon rossz volt. Há, jó van, jó volt. Jó volt. Jó, oké. Egy-egy egál van, úgyhogy... Egy-egy. Na, hát Niki, Niki, hát egy 8-asra kezdjen majd, jó? Igen, és értette. Vagy mehet 9-es is, de nekünk kell egy 8-at kitálni. De mit tudom, mik voltak amúgy, Kodi, Biblia, apostol, Jézus. Tudom, milyenek voltak az ötletek még. Az apostol is jól lett volna. De amúgy egyébként máshogy akartam mondani, csak a vér miatt a keresztet megjelölték, aztán nem tippelték be, ezért inkább másikat mondtam, hogy hát azt kitalálják, és akkor könnyebb lesz, de végül nem. Nice. Hát de jó szavak voltak amúgy, mert nem nagyon kellett úgy gondolkodni, hogy rosszat mondtok. Még hogyha rosszat is mondtatok volna, akkor is kb. Ez lett volna, ez a szürke. Készenálltok egy hármasra? Én bevállalom most így gyorsan az elején. Persze. Ki is találtam még egy pillanat, csak átnézem, hogy nem néztem be valamit nagyon. Menjem. Na, Jézus. A chat kedvéért. Jézi. Jézi. Pillanat. Ja. Tehát. Hát ez akkor ennyi, nem? Hogy mi? Még én is átnézem az összeset. Háromszög. Jó. Ja, menjen. Nyomod? Nyomom végig. Na, most így. Nice! Nekem még kell egy pici idő. Ajjaj. Nikivel nem vagytok kisegítve. Velem se voltak. Parancsolsz? Ja, nem voltam némítva. Ezt mondott te, Konti, aki hatórend gondolkodott. De milyen jók lettek utána. Uh-huh. Jók lettek. Persze. Sokat gondolkodtam tényleg. Hát, majdnem bealudtam, de mindegy. Ja. Nem tűnt fel, mert én előtte ébredtem fel az előző. Mondom, Bet, hogy itt a szavaknak a hány szóból áll, vagy mi betűből áll, és meg kell számolni, jó? Hoksa! De úgy lezártátok egyáltalán? Persze, ja, nem. Bocs, my bad. Hát nem akarják, hogy nyeljünk. Még úgy sem tudtam beírni. Ja, én sem vágtam amúgy, hogy mi vagyunk. Nem nézem meg neki streamjét, mert látszódnak a dolgok, nem? Hát ne csaljál már ennél nem, jobban. Takás írta, hogy nézd rá a Baba meg. Streamre, egzisztenciális krízisben van. Kicsit, nagyon jó duplán hallani, hogy nevet. Amúgy nekem is kell csalni, hát Eszterke egyedül lehozta az előző kört. Na jó, Kodival hozták le. Az elsőt megint elmúgtam. Gyere, Niki! Egy ötöst! Neked engedek. Az a baj, hogy egyelőre ott tartok, hogy ketteseket tudok összekötni. Azokat nagyon jól. Akkor két kettes kös össze. Na? Oké, hát az előbb nagyon Kodi, mert rányomtam volna a barátra, és adtam volna nekik egy pontot. Lehet, úgyhogy... Jól van, Kodi, akkor szép volt. Köszi. Niki. Oké.
Azt mondja, hogy gondolkozzak parasztosan. Oksa. Levegőben három. Oké. Hát ez fasza. Oké. Okay. Csak nyomkodom, hogy hát ha. Hát szerintem a lobo meg a csészehaj az majdnem biztos. Az majdnem, hogy biztos. A csészehaj az biztos szerintem. Tehát, hogy azért az a levegőben van, ha így gondolkodunk. Igen. Egy meg volt. Juki. Nyomkodni kell. Az ott kérdéses. Melyik? Mi vagy a földrajz? Hát között, a kettő között gondolkodom nagyon. Földrajzot én nem hiszem, hogy a levegőben. Ha a levegő lenne, azt mondanám talán, de hogy levegőben, akkor nem tudom, inkább... De legalább semleges. De legalább semleges, ja. Eddig jó. Nehézség nálam. Erős kezdés után nehezebb már összekötni őket. Jöhet egy kettes, vagy erőlködjük egy más nagyobban. Nincs, ahogy érzed, amit jónak ment, bármi hát. Lett volna egy Dóri, de mindegy, majd max visszatippelünk. Látod, hogy mennyire rizikós a hármas. Mert néha beszoktam úgy vállalni, mint ahogy az állatkertnél is, hogy hát az elején bedobok egy olyat, aminek vannak plusz izéi, mert akkor a többi körben még mindig lehet a plusz izék, mi az találgatásokat elhasználni, hogyha az nem jönne össze. Csak kérdés, ugye, hogy... Ilyen filmcímet meg ilyesmit nem szabad, jól gondolom. Hát nem azt hiszem, hogyha több szó, akkor nem, de... Ha több szó, akkor nem, csak... De hogyha egy szó... Nem, sajnos nem. Legyen egy kettes, aztán gondolkozom még. Jó. Reméljük. Erős. Hát akkor mi? Hát az lesz. Az lesz. Valószínűleg ez lesz. Vagy apró baleset, de. Nem tudom. Hát szerintem a gumia sokkal jobb egyéb. Hopp, a másik, a következő a tiéd, Kodi. Ne eltaláltál a motort. Kúra gyenge ez a konti. Mert a háromszög. Mehet. Így is van. Easy kettes. Rendeljétek, légy szíves. Jaj, bocs. Még lett volna még időnk. Nem. Jézusom, de gyors. Adon, ez hármas már megint. Méret három. Jó, ez... Ha csak magamra gondolok. Hát gondolom, akkor az széles is. Valószínűleg. A...
Hát itt megint nekem azért a tű is. Az a baj, itt én hármat ide, tudnék még mondani. Itt, hogy ide jött, hogy az is... így. Jó, akkor mert az apró, nem? Az apró az mehet, az mindenféleképp, ja. Meg szerintem a széles is. Ja. Ajaj. Még a hengert is mondanám, amúgy a tű is jó lehet. Meg ugye a gumi is, nem tudom. De a dió. Az miért lenne méretű? Mert dió méretű. Szoktuk ezt használni. Te lehet, én nem is tudom. Ajaj. Menjen a henger. Mit szólsz hozzá? Oké, okay. Bevállalom. Jó, és akkor még van egy visszatippelő. Micsoda? Mi volt a szó? Levegőben három. Igen, levegőben három. És mi lett volna arra a tipped? Arra lett volna a henger, de... Az most fasza akkor. De igazából... Hát attól függ, mert ha a lobog, akkor igazából, ha fúj a szél, akkor susoghat, úgymond, tehát suttoghat is a levegő, de ez fasság amúgy, de lehet, hogy benne van. Hát azt nem mondanám. Vagy nem tudom. A levegőben három. Hát szikra nem, hullám nem. Tél. Az a baj, hogy én még mindig a földrajzot mondanám, de hogyha a földrajzot mondanám, akkor a tél is lehet ezek alapján. Igen. Hát igen. Hát csak az de a baj, akkor, hogy csak egyre vagyunk jobban. De az a baj, hogyha a földrajz meg a tél is lenne, akkor nem hármat írt volna szerintem. De hát... De a telet azt nem venné bele. Mondjuk ez is ember jogos. Kockáztassunk, vagy ne? Szerintem ne. Ja, hát akkor kipelünk, azt még gondolkodunk. Bazd meg, van még egy tippem. Oh. Azért megadhattam, aztán majdnem rá tudalak titeket a feketére. Úgyhogy nem olyan remek. Viszont így nehéz. Mennyire? Nem, semmi. Nem kérdezem meg. Mert az a segítek. Értem, Betty, Décsem. Nézem. Nem tudok hármas, csak kettest egyenlőre. Úri, bazd meg, most elbizonytalanítottál. Ugye? Nagyon rossz. Bevállok egy kettest, amiben még így sem vagyok biztos, hogy 100%-ig egyértelmű lesz, sajnos, hanem kicsit nehézkes a vége. Odi tudni fogja. Simán. Ah. Oh, húha, ez nagyon nehéz.
Váó. Mi a felét keres itt a Skorpió? Az itt volt múltkor is, nem? Ja, nem volt, bocsánat. Amúgy... Igen, a Skorpió királyt is ő játszotta egyébként. Amúgy... A szikra az miért? Mit tudom én? Meg kell magyarázni dolgokat? Tessék. Nem, csak kíváncsi vagyok. Nem, csak kíváncsi vagyok. A Skorpió miért? Ő. Hát mert Scorpions. Az nem rúgbanta. Mi? Ajaj. Micsoda, még egyszer? Scorpions. Winds of Change. Ja, hogy rock, mint Brogvanda. Igen. Amúgy, akkor Dio is lehetne. De igen. Az is egy kicsit. Na jó van, Kodi, elrontom én. Jó, de inkább a következőt most. Következőt kellett volna elrontani. Igen, és egyébként magyar zenekar a Skorpió, igen. És akkor most mi? Rock. Gyenge rock van. Gumirock. Gumirock. Igen, a szó. Mit mozit? Ja, mozit. Nem, akkor biztos nem Skorpió lesz. Hogyha ez a rock tényleg a mozival kapcsolatos, akkor... Na, én nem merek semmit se rakni, Konti. De még ilyen alapon a földre az is lehet, ja? Vagy a székre is. Azért legyen a szikra, te bejelölted a szikrát. Ez nem azért, mert jó. Nem. De hát lehet, mert akkor mi? Hát, most... hát érted, azért a... Nem tudom. A köveken szikráznak, szikrázik a fém. Szikrázik a fém a kövön. Na, akkor Dio? Megnézem. Bejolóztam. Na jó. Ez nekünk jó, Dori. Igen, ez most jó. Én hajlottam volna a Dióra már inkább amúgy. Jó, hát ez gyerhető, baba. Nem tudják. Drogfüggő 3. Úristen. Hát ide azért... 3? A gyengét is odraknám. Most a gyenge. Mi a faszom a harmadik, bazd meg! Hát ez nyilván a Skorpió. Egyébként kajak. Miért lenne a Skorpió? Miért hallgatsz Kontira? Hát akkor a koktél. De akkor mi Betty? Nem tudom. Ez földrajz lesz. Jó, annak földrajz függő. Dio is lehet. Dio is lehet. Dio is lehet. Jó. Mi a faszom a harmadik, baszd meg. Az a baj, én tudom szerintem. Igen, és ez a Dio. Nyugat. Nyugati drogfüggők. Hát igen. A gumit mondanám. A mák az ópiát, és ugye kétféle bejgli van, a diós meg a mákos, tehát ez Dio. Jaj. Nem tudom. Miért lenne a gumi? Azért, mert... Szigyel azt mondjam, hogy miért pont gumi? És ki kell fejtenem? Nem muszáj. Hát mert... Nem muszáj. Ha sok filmet láttatok... Sok filmet láttatok, és még nem használtatok drogokat. Nagyon szeretném, ha ezt kifejtenéd, Dóri. Én nem akarom, nem. Visszaszívom, nem akarom, hogy kifejtsd. Nem kell, hogy kifejteni, de a koktél is lehet ilyen alapon. Miért?
Hát mert a koktélnak hívod azt, amit belőnek a rovosok, vagy mit tudom én. Jó, jó, mondjuk ez jogos. Sírok, bánszeg. De ahogy Takács kifejtette, akkor a dió is lehet. Mert ugye a mák az ópiát, és ja, ugye persze. Két... persze. Hát, gumival leszoktak szorítani a kezüket, amikor magukba döfik az a szart. Nem Róka, tudom, hogy tehát, hogy nincs ennél jobb tippen konkrétan. Vagy koktél, de amúgy a koktélt ezt olyan alapon én is mondám egyébként. Hát akkor már inkább a gumi. Tehát, hogy... Hát de érted, ez most ilyen vagy-vagy. Az a baj, akkor vagyunk kibaszott nagy bajba, hogyha most betippelünk egy olyat, ami az övéki. Hát igen. 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 Úgyhogy lehet, hogy hagynám a picsába, inkább. Vagy tökösebbek vagyunk, mint a fiúk? Mert hát ez a kérdés. Mert tökösebbek vagytok, vagy sem? Mi is tippeltünk. Persze, hogy azok vagyunk. Egyértelmű tökösebbek vagyunk, hogy jártad. Nem tudom, tényleg. Tényleg nem tudom. Ez egy kicsit megrémiszte. Bízok benned, Dóri. Hát ne. Az a baj, hogy én sem bízok saját magamba. Ó, baszki. Várj, mi volt? Milyen szavak voltak előtte? Ja, most tudod, mi az, Kodi? Levegőben én tudom. 3, méret 3. Fenét tudom, mert tippelek én is, értem szem. Hát, tippelj be azt a kurva gumit. Persze, persze. Menj el a gumi. Nem lesz jó. De nem, ez a persze tippelj be, jó van, menj el, és nem tippelik, és így jó. De legalább semleges. Én a gumira tippeltem volna. De legalább az övéké. Tényleg arra tippeltél volna, Kodi? Aha. Hát szerintem mindenki amúgy. Bár mondjuk én nem, mert én szerintem tudom, mi az utcsó. Jó van, te semmit nem tudsz, maradjál már, bár mindig csak a szádjára, azt a saját szavaitokat nem találjátok ki. Ja, csak húzzuk az időt, Kodival, már leírta nekem az utcsó ármat. Hogyne. Tél is lehetett volna, mert a tél olyan fehér, mint a kokain. Te hol élsz, Szifilis? Hát idén, vagy idén sem volt tél, meg már mióta rég nem. Mindegy, attól még lehet olyan. Igen, volt. Hol nem volt. Ja, hol nem volt, igen. Hol nem volt. Jó van, Tihany. Egy napig... egy easy hármas. Egy két, easy hármas. Két napot nyerünk. Volt hó, az nem számít. Még csak hármas se kell. Hát tudjuk, hogy a dió hát volt. Ja, mégis nem. Tudjuk, hogy a dió, igen. Hát mert mi lett volna akkor más? Miért Skorpiót mondtad, vagy a diót? Hát most... Miért más lehet? Lehet földrajz. Amúgy. Amúgy lehet földrajz. De akkor miért rock lett volna? Hát mondjuk ez is igaz. Bár mondjuk majd mondja, meglátjuk. Nem kell még oda legyen. Az a baj, kettőt össze tudok könnyen kötni, és a harmadikkal bajban vagyok. Nagyon sima, nagyon sima. Sem nem könnyen, de hogy összetom. Mi? Hát hármat kell, nem kell összekötni a harmadikkal. Három hétig volt nálatok hó, Tihany. Adjuk már. Ez télen nem láttam, ha vadászunk. Zöldeket beszélsz, Tihany, zöldeket beszélsz, ha megint. Ja, most olvasom, Múzs azt mondja, hogy Pakisztánban a kiszállított skorpió őrleményét használják drogként. Elrontottátok akkor. Angol szót is lehet írni? Hát, a rock az volt, nem? Amúgy, ja. De meg, ja. Magyarul is használjuk. Vagy sem magyarban is ezt használjuk. Akkor is angolul írta. A mit? Pszichót, ja. De az filmcím volt végülis.
Angolul írtad, vagy nem? Angolul írtam, igen. Most mit rinyálsz, mana? Szihónak mi a magyar címe? Szihó. Csak PSA. Nem tudom, szerintem ugyanúgy írják, de ettől függetlenül angolul írtad, azt mondtad. Ja. Jöhet angolul, na! Ő nem, csak kérdeztem, nem biztos, hogy az a... Ja. Na, Metal Banda 3. Hát akkor biztos, hogy a Scorpio. Meg akkor biztos, hogy a Dio. Hát, ja. De akkor... De akkor mi a harmadik? Mi a harmadik? Várjál, mit találtunk? A mozit találtuk. Lehet, hogy... Jó. Jó. Háromszög. Van olyan, hogy háromszög? Ja, nem, de mit tudom én így. Tudom. Az inkább. Nem tudom. Koktél biztos nem, a suttog biztos nem, földrajz biztos nem. Suttog? Mi lenne a suttog? Ráadásul metál. Az biztos, hogy nem. Nem merem belejolózni. Jó, nyomja te az izéket. A dió az... Jó. Okay. Nyomja te az izéket, és így... Na, és akkor most csak egyet kell, és nyerhetünk. Én különben, Conti... ISMR metal. ISMR metal. Kis földrajz metal. Nem tudom. Én? Na. Hát nem, elvesztem a saját gondolataimba. Tél... Ahogyha nyugodt az. Tessék. Miért érzed a mondj valamit, mondj valamit. Konkrét. Nem tudom. Én elmondom, nem miért. Én az én elméletem az, és lehet, hogy semmi közös semmihez, de ugye a rockot írta, amire mi a mozit nyomtuk, és az lehet, hogyha az jó volt a mozi, igen, de lehet, hogy nem volt jó, lehet, hogy amikor a rockot írta, akkor eleve a Scorpiót és a izét akarta, a diót és a Scorpiót. Tudjátok az utcsó hármat? Tessék? Nem arra volt, hogy már tudjátok az utcsó hármat? De nem lenne izgalmas, hogyha csak úgy kitalálnánk. Ah, most persze, egy kicsit építjük persze a feszültséget. Óriás bukta lesz majd a vége, szerintem. Na, igen, Kodi, hol tartottál? Ott tartottam, igen, hogy... Ugye a Scorpio? A Scorpio, igen, tehát hogyha a Scorpióra és a Dióra gondolta eredetileg, amikor azt mondta, hogy Rock 2, akkor most már szopóágon vagyunk. Bár, akkor miért nem mondott volna Rock Banda 3-at? Nem. Várjál, akkor amikor azt mondta, hogy Rock 2, akkor lehet, hogy a mozira a és Dióra valami gondolt másra gondolt. Nem hiszem, hogy a Dióra, mert miért a Dióra? Hát akkor mire gondolt szerintem volna? Szerintem akkor Rockot... Na ezt mondom, hogy szerintem... Mintem földrajz, de ez hogyan a Metal Bandához? Hadd mondjam még, tehát akkor szerintem a nyugatra gondolt. De miért? Azért, mert hogyha azt mondod, hogy mozi, és azt a rockkal akarod kifejezni, akkor az máshol... Még lehet, hogy a földrajz? Nem, szerintem nem a földrajz, de... Hogyha az alapján megyek végig, amit te mondasz, akkor a földrajz is logikus lenne, de szerintem igen, nem és az a nyugat is. Igen, akkor szerinted mi a logikus? Hát nem tudom. Na, mondjad, mi a logikus? Hát akkor nem írt volna rockot, akkor mást, akkor követ írt volna, vagy mit tudom én, nem? De azt meg hogy kötöd a mozihoz? Hát sehogy. Ezért kötötte a mozit, meg a, mit tudom én, a diót. Nem pedig, mint rock. Rockot a rockhoz, érted? De rock és a dió... Várj, hát, nyugi, ez nagyon... Gyerünk, úr,
úristen! Hát mit tudom én, mint a dió az, mint egy kis kő, egy kis kavics, mit tudom én. Hát vagy, vagy akkor pedig, vagy pedig volna, akkor a... mondta volna én a mókust. Én a metalbandára rámondtam. Jó, akkor lehet, hogy a, lehet, hogy a, lehet, hogy a skorpióra gondolt a rock alatt. És akkor meg is volt a rock. De mivel nem találtuk ki a skorpiót, ezért inkább összefűzte az utolsó hármat egybe. Hogy mind metalbanda? És akkor a skorpió, dió, és... és nyugodt. Nincs, nincs, nem, magyarót nem látok sehol. Mákos, Mákos. Na, tag. Gyerünk. Na, Kodi, ezt te döntöd, de én azt mondom. De ez szemétség, hogy ilyen döntsem. Én megjelöltem négyet. Konti, ezt nem szokott dönteni. Mi az háromszög? A háromszöget miért jelölted meg? Nem tudom. Na, melyik, várj, leveszem, gondolkodok és leveszek kettőt. Megkérdezed a dió után, hogy miért jó, vegyél le kettőt. Ajaj. Vegyél le kettőt, és én abból választok. És rád fogom, hogy elcseszted. Gyerünk, meg lesz. Nyomjátok. Jó, várj, meg kell fedeznem. Ó, Isten. Ez ennyi gondolkodási idő, ez kicsit túlzás. Ez nem? Kritikus, ez kritikus dolog, hát ezen múlik a... Győzelem vagy ezen... halál! Igen. Nem lehet ezt csak úgy elhamarkodni, Dóri. Nem, nem lehet csak úgy random beválasztani egy gumit. Teljesen logikus volt, már ne haragudj. Nem tudom, tessék. Nem tudja, finga nincs. És a, most Kodiák meg fogja kérdezni Kondita, hogy miért azt a kettőt hagyta benn. És újra egy óra beszélgetést, ami lehetünk egyébként. És a nyugatot rakott, levettem a nyugatot, Kodiát, levettem a nyugatot. Behagyta a telet, meg a háromszöget, és Kodiák rányomott nyugat, és ezen gondolkodtak, hogy 3 órán keresztül. Tuti a háromszög volt, tuti. Ne haragudj. Rendi. Tessék. Háromszöget, hogy lehet háromszög? Mi volt a háromszög? Akkor elmondom, amikor én a rockra gondoltam, akkor el is hangzott, én Dwayne Johnsonra gondoltam. Igen, tehát igen, igen. Scorpio és mozi volt. És aztán elkezdtetek beszélni a rockról, meg dióról, és rájöttem, hogy de hülye vagyok, persze, és mivel semmi jó ötletem nem volt, és nekik már csak egy volt hátra, gondoltam, akkor összekötjük azt, hogy Scorpio, dió, meg háromszög, és tudom, hogy szar, de mivel banda, nem csak azt mondtam, hogy metal, hanem metal banda, gondoltam, hát, ha gondoltak arra, hogy hárman, vagy trió, vagy valami, tudom, hogy nem jó, oh, nem jó, hát értem. Már ilyeneket írnak, hogy Pink Floyd, egyértelmű volt. Na, ennyi. Nekem nincs hát, aki segítsen, ezért volt ez ilyen nehéz. Szóval igen, az utolsó nice. Nice. De ha volna a földrajzra a második körben, az elsőben, én annyira örültem volna, úristen. Ugye, én ott levert a vízot, mert végez. Imádtam. Végig azt hát azért az egyszerű volt a levegőben. Nél. Azt megkérdezném, hogy Betty, az, hogy levegőben, hogy a faszomba kötöd össze azzal, hogy henger? Én arra kis szélre gondoltam, hogy a levegőben van az a szélem macak. És a suttog a levegőben, erre gondoltál egyébként? Igen. Sajnálom, ügyesek voltatok amúgy, csak megszivattam magam, mert ha a rockot beírom 3-ra, lehet, hogy simán kitaláljátok akkor. Hát jól lehet. Mi már rég tudjuk az utcsó 3-at. És mit jó, nyomtunk? Mi a rock 2-re? Vegyél le kettőt! Szikrát nyomtunk. Igen, szikrát. És amúgy ez de, a kedvencem. De a szikrát is úgy nyomtak, hogy... Szikrát is úgy nyomtak, hogy hát izé, levettem a szikrát, és így elmondtam, hát az ő van amúgy, izé, végigkarszal, de szerintem amúgy a dió, és így megnyomta a szikrát. Istenem, egyébként, amikor mondtátok a Skorpió király, akkor azt éreztem, hogy ez az, megérkeztünk, és aztán utána átmentünk a dióba, meg a Scorpionzon mindenben. Mindenbe. Igen, tényleg még a Skorpió királyt is mondtam, Kodi. Azt is a rock játszotta. A földrajzot is? Hogy a levegőben miért gondolt egy földrajz? Jó ezt volt, jó volt, beszélni? Nekem tetszett. Ez az szoros volt. A pengető miatt a háromszögre. Úristen, tényleg. Amúgy? De a drogfüggő az mi volt 3 amúgy, amikor suttog volt az utcsó? Azt nem értettem. Hát mert erőtlenek, gyengék, próbálnak lejönni a szerről, nem tudnak kiabálni. Hát én annak örültem, mert
Fogalmuk nem volt. És hát nem az, hogy fogalmuk nem volt. Nem értettem, hogy miért azt mondod, hogy szerintem a suttognak kell lennie, mert a levegőben nem fejtették meg. Igen. Amúgy a koktél az nagyon szép de volt. Simán lehet amúgy, ez volna az. Hogy kötöd össze azt, hogy tű, suttog és gyenge? Haldokló. A másik tipp a kórház volt, csak a kórházat elvetettük, mondván, hogy akkor a gumira fognak asszociálni. De a drogfüggőből is szóval mindegy. Persze. Hát jó volt a gumi is, meg a koktél is jobb volt, mint a suttog. Vele, úgy voltam vele, hogy még mindig jobb, hogyha a gumit nyomjátok, mint hogyha a földre. Egyértelmű. Tehát, mivel az volt a fekete, ugye? Teljesen jó volt így. Teljesen jó. Ott jól van, Tonyik. Akkor menjünk vissza szépen kondicsetre. Jó, akkor lesz egy jó kis piramis, csak hát a földre. Tonyik nem is volt itt, vagy mi? Na mindegy. Legyen akkor új csapat felállás? Én nekem ennyi volt. Ne. What? De. Mi? Valaki jöjjön a helyemre. Miért? Szíva. Miért? Gyenge miért? Vagy. Mi? Én azt mondom, baba, a győzelmet nem kell megmagyarázni. Így is van. 2-1-re nyertünk, kész. GG. GG. De a fiúk már utolsó. Képes, hogy lelépni, Dóri. Most nyertünk, baszki. Tű, suttog, gyenge, öreg anyám. Dóri egy gyenge. Wow. Tanyik volt. Tanyik? Ennesző picsázva. Na, de valaki jöjjön a helyemre. Azért volt, mert drogszellerek suttogva árulják az utcát. Egyre jobb. Hát nem tudom, a suttog kurva gyenge, úgyhogy szeretne valaki a helyére jönni. Megvárom, hogy jön-e valaki a helyemre. Mert ha nem, akkor maradsz. Addig nem. Mindjárt jövök. Ja, új vi. Sajnálom. Sajnálom, hogy renitens voltam. És... Na, de most voltam annyira, úgyhogy semmi gond. Én mentem el. Amikor ott volt a Jézus az elején, azt hittem, hogy ez simaliba lesz. Nagyon rosszul csinál, hogy egyértelmű, hogy Kodi és Kodi van, az van különben. Tökéletes volt, hiszen ugye a gitárt mengetőre gondoltam, mint háromszög, baba is megmondta. Ezt nem tudni egyébként. Nem, annyira, a háromszög az annyira jól nézett ott ki, hogy pont ugye háromszögben igen. Vannak ráadásul a izék is, de gondoltam, hát ez túl sok lenne. Na, ki jön a helyemre? Hát nincs senki, Dóri, úgyhogy maradnod kell. De van, na. Akkor mehet a Geogesszer. Nem. Nem, mert csak majd Niki mondta, hogy azt nem tudná, azért gondoltam. Ja, hogy valamivel te is meg tudj engem verni, hogyha már én most nyertem. Hát nem, hanem hogy vicces lenne. Hát leszek én veled akkor, hát most nem azon múlik. Szeretsz veszíteni? Nem, hát majd megnyerik úgy. Jó, hát egyébként nem tudom, feltűnt-e. Igen. Jó. Megnyerik azt úgy. Na. Aha. Ha megy, akkor fixen megnyerik. Pingi a múltkor is játszott velünk, és azt mondta, hogy akkor ő jön. Na, akkor játszunk egyet Pingivel, aztán mehet a Geogesszer. Ez így deal. Jó. Nice. Jó. Akkor gyere DC-re, Pingi, és küldöm a kódot. Minket. Ha bezárom, akkor kiléptem, ugye? Így. Nem tudom. Ja. Hát gondolom, nem vagyok már ott benn. Akkor igen. Nem. Szürke vagy. Mondjuk Playhouse 6-ot én még mindig, de szürke vagy. Tessék? Jó, köszi. Semmi, Konti, semmi. Na, köszi a gémeket. Köszi. Csajok a gyere. Jó. Jó, ne arra úgy nem mutattam magam. Fél már múlt hét pénteken is jót játszottunk. És akkor még én vagyok a kúl, a gyenge, a két ült és várt, amikor fegyelnevekezünk. Vajon mikor kezdődik? Hát sehol, az semmi. A baj, hogy én azt feltételeztem, hogy kedves élettársaddal kommunikáltok. Mert rájött, hogy nem mi lesz, és mondtam, hogy hát, hogyha valaki lesz, meghív játszani, akkor aki meghív játszani, annak illik szólni igen, mindkét illetőnek, nem el. Pedig a meghívottak egymás között megbeszélik, hogy te is jössz amúgy? De amúgy ígérhetek egy linket, kicsit könnyebb lenne csatlakozni. Várj, ez csak feltételezés. Na jó, van jó játszit! Köszi! Köszi! Ja. Ja.
Köszönjük. Kaptál linket Discord üzenetbe.